Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő ígér számodra valamit. Ő ígér egy új kezdetet. És ennél a jóslásnál beletekintünk a mélybe, hogy miről van konkrétan szó. Itt ez a ház jelentheti a te otthonodat, jelentheti az ő otthonát. Ez lehet egy látogatás, vagy lehet egy meghívás. Itt a ház mellett megjelenik a kulcs, tehát itt kinyílik egy új ajtó, ez utalhat költözködésre. Ez lehet egy közös otthon is. A téli hónapokban voltak problémák, nehézségek. Ez utalhat az anyukájára, hiszen a hold szimbolizálja az édesanyát, az anyai érzelmeket, és akkor ez a ház jelentheti a szülői házat. De itt a képen a lilium virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, azt is, hogy itt tisztázódik valami. Amit ez a kártya még jelent a lenomált kártyáknál, a szexuális témákat. Itt lesz egy közeledés. A gyűrű jelenti itt a kapcsolatot veled, sőt, a medve arra utal, hogy te adsz erőt számára. Amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos szerződéseket, erre utalhat a levél, hiszen ez jelentheti a dokumentumokat, szerződéseket, itt lehet egy adásvételi szerződés is. Te itt vagy, látható a képen, ha te egy hölgy vagy, ez azt jelenti, ő gondol rád. Itt megvannak a mély érzelmek, az álmok, a vágyak, a remények, erre utalhat a hold, és itt van a szerelem kettőtök között. Melletted megjelenik a könyv, az jelentheti a tudást, a továbbképzést, itt a szerződéseket, de a könyv jelenti az ő zárkózottságát is. De ez elmúlik, mert itt a madarak utalnak a kommunikációra. Beszélgetések lesznek kettőtök között. Ez szerencsével jár, és kihat a szerelemre. Vagy beszél érzelmekről. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, hogy ő lehorgonyozott nálad ebben a párkapcsolatban, de a lenomált kártyáknál a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, és itt lehet egy munkahelyi szerződés, vagy nála, vagy nálad. És a csillagok szerencsét hoznak, utalhat spirituális területre is, és akkor itt van a továbbképzés. De nem csak a munkáról, hivatásról, továbbképzésekről van szó ennél a kirakásnál, hanem a szerelemről kettőtök között. És a kutya jelenti itt a hűséget. A kutya azt is jelentheti, hogy barátilag közeledik hozzád, ami az érzelmeit illeti, vagy ezt a testi közeledést, itt ő még zárkózott. Számára kell még egy kis idő, amíg itt nyitottan beszél a párkapcsolatról, nyitottan beszél érzelmekről, tervekről. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!